Az Adácsi Zéta Néptánc Együttes 27 éve alakult a Gyöngyösi Vidrózki Együttes támogatásával. A csoport vezetését az elmúlt 2,5 évtizedben a hajdani Vidrózki Együttes legjobb táncosai látták el. Ágoston László, Nagyné Fekete Éva, Buborék István, Jankovics Mária, jelenlegi vezetőjük Bagossi Imre. Több korosztály folyamatos képzésének köszönhetően a néptánc tagozat ma már a megye élvonalához tartozik. Több mint 10 éve minden évben megrendezik Balatonalmádiban az egyhetes néptánc táborukat, ahol egy-egy magyar történelmi tájegység néptánc hagyományait dolgozzák fel. Jártak már Európa csaknem minden országában emlékezetes fellépéseik, 2000-ben Hannoveri világkiállítás főpróbája, 2002-ben Spanyolországban szerepeltek Pontevedrában, 2003-ban Törökországban jártak Isztambulban, és 2008-ban Görögországban részt vettek a Stavroszi Balkán Fesztiválon. Most szatmári táncokat mutatnak be.